Sörrel és virslivel várták a véradókat a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei munkatársai a Józsa András kórházban szervezett véradáson. A retro véradás már-már hagyománynak számít a megyei Vöröskeresztnél, akik ezzel a gesztussal köszönik meg a segítséget, valamint emlékeztetnek a véradás hagyományainak fontosságára. Ma van a Véradók világnapja. Az országban a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat 44 helyszínen szervezett ebből az alkalomból véradást. Azért fontos számunkra ez a nap, mert ezen a napon emlékezünk meg azokra a véradókra, azokra a névtelen segítőkre, akik azzal segítenek az embertársaikon, hogy a gyógyulásukban vagy a műtétük végrehajtásához a megfelelő vért biztosítják az egészségügyi ellátás számára, és ezen keresztül a gyógyulni vágyók számára. Azt gondolom fontos ilyenkor megemlítenünk azokat a munkatársakat, akik az országban azon dolgoznak, hogy ez a folyamat létrejöhessen. A Magyar Vöröskeresztnél mintegy 160 ember dolgozik napi szinten azon, hogy megfelelő mennyiségű vér álljon rendelkezésre a kórházi ellátásban, és mintegy 6000 önkéntes támogat bennünket ebben a munkában. A véradáson bárki részt vehetett, ahol néhány vizsgálat után pár perc alatt levették a szükséges vérmennyiséget. A mai rendezvényen voltak újoncok és már visszatérő véradók is. Ez a harmadik alkalom, hogy vért adok. Hát azért tartom fontosnak ezt az egészet, mert itt tudunk segíteni a beteg embereken, illetve azoknak, akiknek vérre van szüksége. A Vöröskereszt számos eseményen vesz részt a nyár folyamán, amelyeken folyamatosan várják az új és a visszatérő véradókat is.